Néhány évvel ezelőtt vált igazán népszerűvé a selfie. Önmagunk fotózásának természetesen megvan a sajátos technikája, ezekhez nyújt háttereket a Selfie Múzeum. Ma mi is kipróbáljuk az itteni lehetőségeket, és egy kicsit jobban megismerjük a múzeum szerencsés történetét. Does she love you better than I can? Az volt a célunk, hogy a vendégeket egy kicsit kiragadjuk a hétköznapok környezetéből, szürkeségéből, általános helyszíneiből, és egy olyan világba repítsük őket, ahol minden szokatlan. Mind a színvilágában, mind a formavilágában, a megjelenésében, hogyha most csak ezt a termet nézzük, ahol én most ülök. Ez is egy egész különleges dolog, hogy ugye minden rózsaszín, ugyanolyan rózsaszín, és pálmafák nőnek a földből, a plafonból, és gyakorlatilag minden szobánk egy picit ezt a különleges világot jeleníti meg. Összesen 11 termünk van, 3 van a felső szinten, a többi pedig lent található. Ami szerintem nagyon különleges, az a mozaik szobánk, ami olyan alacsony, hogy föl se lehet igazából állni benne egy felnőttnek, viszont egy nagyon érdekes, szivárványos, tükröződő szoba ez, és ahány gép, annyiféle képet lehet ott bent készíteni, és ahány ember szintén annyiféle képet lehet készíteni, de nekem mondjuk az ott lent az egyik nagy kedvencem. Vannak látogatóink, akik nagyon kreatívan használják fel ezt a teret, egészen onnan nézve, hogy mondjuk milyen perspektívából készítik a fotókat. Nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy a nevünkben is benne van, hogy ez egy selfie múzeum, elég sok idő telt el a nyitvatartástól, míg megláttuk az első néhány vendéget, aki selfie bottal érkezett. Úgy gondoljuk, hogy ez trend, hogy az ember közölje a mindennapjait. Mindenki meg akarja mutatni, hogy milyen van, vagy épp, hogy ez most nem materiális értelemben, hanem hogy hol járt, hogy milyen élményei vannak, és ezt meg akarja osztani a külvilággal. A fiatal korosztály a fő célcsoport, de rengeteg nagymama hozza ide az unokáját, és családok előszeretettel látogatnak minket hétvégente. Próbálnak minél szebb, jobb, különlegesebb beállításban képeket készíteni, és szeretjük, hogyha valaki egy új dolgot lát, meg az adott installációban nem ugyanolyan fotót készít, mint már az előző 20 ember. Sok emlékezetes pillanat történik itt, viszont van egy történet, amit kiemelnék. Mi utólag tudtuk meg ezt a történetet, nem voltunk konkrét szem- és fültanúi, viszont történt egy lánykérés a medencébe. Úgyhogy azt gondolom, hogy annak a lánynak biztos, hogy örök életére nagyon emlékezetes marad az a nap.